Kurkó Zsuzsanna, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat programvezetője, projektvezetője a vendégem. Szeretettel köszöntelek itt nálunk. Én is szeretettel köszöntök minden tévénézőt. Lesz nálatok hamarosan egy konferencia, a média hatása a fiatalokra címmel. Miért is? Milyen igényre válaszol ez a konferencia? Miért szerveztétek meg? Az idén 10. alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Média Konferencia, melynek rendszerint mindig az a címe, hogy a média hatása a gyerekekre és a fiatalokra. Ezt minden második évben szervezzük, több napos konferencia, és mivel egyre nagyobb igény van rá, egyre nagyobb kihívás úgy a gyerekeknek, mint szülőknek, pedagógusoknak és szakértőknek ezzel a témával foglalkozni, ezért az a célunk nekünk, hogy megteremtsük azt a lehetőséget, vagy minél több olyan lehetőséget teremtsünk, amikor a felhasználók hasznos tanácsokat, jó gyakorlatokat kérdezhetnek, megismerkedhetnek velük, szakértőkkel beszélgethetnek, és olyan információkat kapnak, amit majd a jövőben fel tudnak használni. És milyen előadók lesznek, kik fognak előadásokat tartani, és milyen témákban? A két nap alatt 33 előadónk van, ők negyedórás előadásokat fognak tartani, a célcsoporta, a hallgatók, vannak egyetemisták, nagyon sok szülő, pedagógus regisztrált be, és az előadók kiváló szakemberek, vagy olyan pedagógusok, akik, vagy kutatók, akiknek ebben a témában vannak friss kutatásaik, érkezik egy pszichiáter például Zürichből, Erdélyből is vannak előadók, olyan jó gyakorlatokról beszélnek, például most példaként a Mongo14 applikációt említeném meg, aki éppen a napokban egy díjat kapott, és egy olyan magyar fejlesztésű applikáció, ami nem a szülők kontrollját próbálja erősíteni, hanem a gyerekeket játékos formában arra vezetni, hogy hogyan tehetnék ők az online térben biztonságosan magukat. De lesz egy olyan író is a vendégeink között, aki egyébként ebben a témában egy kiváló szakember, és aki egy könyvet írt, Frici Fülöp és a Hackerek címmel. A könyvnek lesz egy úgymond bemutatója, és a könyv játékos formában nagyon könnyű olvasmány a gyerekeknek, és pontosan arról ír, hogy milyen kihívások érhetik a gyereket, a szülőket az online térben. A programunk, például a Safer Internet programunk is egy külön fejezetet kap, úgyhogy én azt hiszem, hogy nem csak elméleti síkon tudunk információkat adni a hallgatóknak, hanem gyakorlati tanácsokat, módszertanról lesz szó, olyan jó gyakorlatokról, amiket a pedagógusok használhatnak az oktatás során. Ismétlem, hogy kutatási eredmények lesznek, amik ugyancsak hasznosak lehetnek mindenki számára. Rendszeres vendégünk dr. Balacsi Katalin, hogyha említetted a Safer Internet programot, ő is, tehát ott, ha jól tudom, akkor ott is jogászkodik, internetjogász, és ő is mindig arra próbál rávilágítani, hogy lehet használni az internetet, csak biztonságosan kell, és akkor nagyon jó célokat fogunk vele elérni. Tehát, hogy nem kell ettől megijedni. Ez már a 10. konferencia, és gondolom vannak visszatérő vendégek, de mindig vannak újítások is, ugyanúgy, ahogy a technika is fejlődik. Mit lehet elmondani ennyi idő alatt, mi minden változott az igényeken kívül? Rettentően sok minden változott mindkét oldalról, úgy az eszközök, mint a gyerekek felfogása, a nyitottsága, a szülők hozzáállása. Minden változott, és nekünk ezzel lépést kell tartani. De az előadásaink során, ugyanis a program keretében országszerte gyerekeknek tartunk interaktív foglalkozásokat, előadásokat tartunk szülőknek és pedagógusoknak. Azt próbáljuk kihangsúlyozni, hogy nem az az egyetlen mód annak, hogy a gyerekeket biztonságba tudjuk az online térben, hogy mondjuk korlátozzuk, vagy tiltjuk az eszközhasználatot, hanem meg kell teremteni nekik azt a biztonságos lehetőséget, teret, információkat adjunk nekik, hasznos tanácsokat, legyen egy jó kapcsolatunk velük, hogy bátran merjék elmondani, ha bármi probléma történik, vagy furcsaság. És hát az a lényeg, hogy megteremteni ezt a lehetőséget. Mindig újabb és újabb kihívások vannak, aminek állunk elébe, nagyon jó oktatási anyagaink vannak, és hát pozitívumként tapasztaljuk azt, hogy már a szülők is
egyre nyitottabbak, a pedagógusok is egyre nyitottabbak, és ők keresnek meg bennünket, hogy szeretnének ilyen foglalkozást, és nem csak az oktatás során, vagy tanév során délelőtti órákban hívnak meg, hanem például nagyon sok szabadtéri rendezvényre, családnapokra, tematikus programokra, egész nyár folyamán kapunk meghívásokat, és ez teljesen más légkör és lehetőség nekünk, hogy ne csak a gyerekeknek a négy fal között az iskolapadba beszéljünk erről a témáról, hanem játékos formában is. Ráadásul van egy saját fejlesztésünk, társas játékunk is, ami pontosan játékos formában arra vezeti rá a gyerekeket, és kezdeményez egy olyan párbeszédet, ami során tudunk mindenféle kihívásról beszélni, lehetőségről, kérdezni tőlük tapasztalatokat, és beszélni azokról egy levezető beszélgetés keretében például. És akkor, ha jól értem, most a konferencián összegyűlnek a szakemberek, akik találkoznak a gyerekek és a szülők igényeivel is, és azért ők elmondják, hogy mi a kutatási területük, mire jöttek rá, és meg is tudják beszélni majd a jó tapasztalataikat és trükkjeiket, ott, tehát hogy lesz lehetőség mondjuk kerekasztal beszélgetésekre is, vagy csak előadások lesznek majd így október elején. A két nap során lesznek plenáris előadások, meg szekcióbeszélgetések is, és minden 4-5 előadás után lehetőség van a hallgatóknak kérdezni, és mind az összes előadónak már úgy, tehát előadókat úgy kértük fel, hogy adjanak lehetőséget, válaszoljanak a kérdezőknek, meg utána is van lehetőség a hallgatóknak találkozni személyesen is az előadókkal. Az első nap lesz délután egy szekcióbeszélgetés, párhuzamos beszélgetés, az egyiknek a témája az IKT eszközök és jó módszer. Inkább oda azokat a pedagógusokat várjuk, akik napjasan találkoznak a gyerekekkel is, ezekkel a kihívásokkal. A másik beszélgetésnek a témája pedig az addikció lesz, és itt arról lesz szó, hogy a WHO például miért vette a hivatalosan is a betegségei közé a függőséget, a játékfüggőséget például. Szóval nagyon tartalmas, nagyon izgalmas előadások, beszélgetések lesznek mind két nap. A konferencia az holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémián, 10 órától mindkét nap, és bár regisztrációhoz kötöd, de én azt ajánlom mindenkinek, hogy hogyha most sikerült felkelteni a lehetőséget, akkor bátran jöjjenek el holnap, holnap után. Tehát október 1-én és 2-án lesz az esemény. Igen, első, 2-a ez holnap, holnap után kett szerda a Tudományos Akadémián. És ez is egy nagy előrelépés az elmúlt évekhez kapcsolódóan, hogy a játékfüggőséget is bevették oda a többi addikció közé. Van-e még olyan érdekes téma, ami most újdonságként fog 2019-ben hatni, hogy igen, erről beszélünk és kell is beszélni? Van ilyen még a program közül? Én azt hiszem, hogy újdonságról, minden újdonságként fog hatni, mert nagyon aktuális témák, vagy aktuális kutatások fognak terítékre kerülni, és mindig, mindenkori feladatunk, célunk nekünk az, hogy egyáltalán a témáról beszélni, mint figyelemfelkeltés, és prevenció jellegű legyen ez a beszélgetés, ne pedig tűzoltás, és akkor, amikor probléma van, akkor hívjanak, hanem bátran forduljanak hozzánk akkor is, hogyha még teljesen kezdőként használják a digitális eszközöket és jó témákat. És az elmúlt évekhez kapcsolatban biztos vannak visszajelzéseitek. Mi számít sikernek? Milyen információ kell, hogy eljusson hozzátok, hogy mondjuk igen, meg tudtam valakit menteni az internet bugyraiból, mert használtam azt a technikát, amit mondjuk a ti konferenciátok adott nekem? Abszolút pozitív visszajelzések érkeznek, ugyanis az oktatásaink során mindig kérjük úgy a gyerekeket, mint a felkérő intézmény részéről a pedagógust, hogy írják le azt, hogy miért volt ez számukra fontos, hogy sikerült-e az oktatónak felkelteni az érdeklődését, illetve a gyerekek szeretnének erről a témáról még hallani, és mindenki azt fogalmazza meg kivétel nélkül, hogy nagyon jó ez a lehetőség, és szeretnék, hogyha visszatérnénk ezzel a témával.
És biztos, hogy az összes szegmest megpróbáljátok meghallgatni, tehát a szakembereket is, a diákokat, a szülőket, a pedagógusokat is. Biztos, hogy mindenkinek égető szüksége van az információra, de mondjuk ki lehet emelni, hogy a gyerekek a legveszélyeztetettebbek, akiket azért kézen kell fogni, és meg kell neki mondani, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Igen, a gyerekek, de odasorolnám még a szenior korosztályt is, mert ők is egyre jobban körülvették magukat a különböző digitális eszközökkel, de ők is a gyerek, sok esetben a gyerekekhez hasonlóan még naívan állnak a bizonyos dolgok mellé, és sokkal előbb kipróbálják azt, mint hogy előbb tájékozódjanak. Tehát ők a két korcsoport, akikkel nekünk beszélni kell, akikhez el kell juttatni ezeket az információkat, de ugyanúgy szükségük van a pedagógusoknak is, a szülőknek is ezekre a hasznos tanácsokra. És a gyerekeknél talán még az is egy veszélyeztető tényező, hogy a kortársak véleményére adnak, vagy javasolnak egy weboldalt, amit nem feltétlenül nekik kellene megnézni, és ezt a szülő nem mindig tudja felügyelni, hogy merre is barangol a gyerek az online világban. Fontos ez, amit itt mondtál, hogy kortársaik, van egy kortárs mentor program is, van nekünk a programunk keretében egy youth panel csoportunk, ami pontosan arról szól, hogy olyan fiatalok a tagok, akik megkapják ezeket a fontos információkat, akik aktívan részt vesznek nekünk a képzésekben, a rendezvényeinken, és ők azok, akik közvetlen kapcsolatban vannak a társaikkal, és hogyha van olyan téma, olyan kérdés feléjük, amiben tudnak segíteni, akkor ők már egy picit felelősségtudatosabban, meg tudatosan tudnak eszközöket használni, így ezért tanácsokat is adni nekik. Van esetleg olyan kérdés, ami nagyon specifikus most a mai fiatalságot nézve, ami most a legjobban érdekli őket? Ami nagyon érdekli őket, az a közösségi oldalak használata, a youtuberek, a vloggerek, azok, akiket ők állandóan követnek, mindig napra kész információkat, sőt, ebben a tekintetben, ezen a téren sokkal informáltabbak, mint a szüleik, a felnőttek, és ez az a terület, ami őket a leginkább foglalkoztatja, leginkább akarnak hozzájuk hasonlítani, követni őket is, és szinte minden második gyerek youtuber szeretne lenni. Ez a téma is egy olyan téma, amivel nekünk foglalkozni kell. Éppen ezért volt is egy olyan versenyünk, pályázatunk, amikor a gyerekek olyan saját készítésű interjúkat, vagy vlogokat kellett készíteniük, amikor éppen azt fogalmazták meg, hogy milyen hasznos tanácsokat tudnának adni, ha ők mondjuk Magyarország legismertebb vloggerei, youtuberei lennének. Tehát ebben a témában nekünk is aktívan szerepet kell vállalni, meg fellépni. De ez viszont kell a szülői vagy pedagógusi segítség is nekik. Mindig kell, és mindig arra buzdítjuk a szülőket, felnőtteket, hogy ők is próbáljanak mindig napra készek lenni, hogy a gyerek érezze azt, hogy van, akihez fordulni, bátran fordulhassanak hozzájuk, és ne szégyeljék azt, hogyha ennek a területnek a gyerek egy jobb ismerője, hanem kérdezzenek ők is gyerekektől, vagy szakértőktől, mert az ad biztonságot a gyerekeknek, hogyha van, akihez fordulni. Igen, ez lett volna a következő gondolatom is, hogy egy fiatal, aki elkezd kamaszodni, meg esetleg jobban ért a kütyükhöz, nem fog úgy fordulni a szülője felé, hogyha nem olyan a kapcsolatuk, hogy egy kicsit le is nézi, hogy nem értezte ehhez. Akkor a felnőtt mit tud tenni? Tehát, hogy ő is elkezd barangolni a netvilágába, hogy hogyan tudok én is napra készebb lenni a kütyük világában, és akkor így hogyan tudná segíteni a gyereket? Igen, ez a jó válasz, meg a tanács a szülőknek, hogy ők is ismerjék, és tudják használni, tudják, hogy mit jelent a játék, tudják, hogy mit jelentenek az új kihívások, halljanak ezekről, és hogyha nincsen rá lehetőségük, akkor mondjuk keressenek fel minket. Ott van a lehetőség arra, hogy előadásokat kérjenek, akár maguk számára is foglalkozás, előadás keretében megismerkedhetnek ezekkel az eszközökkel, vagy ezekkel az új applikációkkal, kihívásokkal. Úgyhogy egyértelműen a legfontosabb, hogy a szülő merjen és kérdezzen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és akkor találkozzunk most az október 1-i, 2-ai konferencián. Köszönöm szépen, és mindenkit szeretettel várunk a rendezvényen.